A projekt ünnepélyes megnyitóját június 14-én tartották, ahol Cseki Barnabás köszöntötte az esemény résztvevőit. A község polgármestere beszédében felidézte, hogy az elmúlt időszakban a település önkormányzata több sikeres pályázatban vett részt, amelyek az infrastruktúra javítását, az intézmények korszerűsítését és különböző programok megvalósítását szolgálták. Hát az elmúlt 7 évben összesen 11 uniós támogatású pályázatot valósítottunk meg, ezekkel már el is számoltunk. Most jelenleg 2 van beadva, meg aminek most van a projekt nyitója, tehát 3 van még folyamatban, és akkor majd a következő 7 év, a 14-21-esből próbálunk még részesülni hasonló támogatottsággal. Az építési jellegű volt mélyépítés, magas építés, itt az intézményhálózatunkat tudtuk rendbe rakni. Egyedül az orvosi rendelő maradt, amelyet majd jövő héten kezdjük a közbeszereztetését, az még hátra van. A többi intézményünket az sikerült felújítani, hőszigetelni, korszerűsíteni, fűtését korszerűsíteni, tehát a fenntartás egy olcsóbbá vált. Valamint az építési munkálatokhoz tartoztak oktatási projektek, ahol részt vettek a pedagógusaink úgy az iskola, mint az óvoda részéről. Ez a mai projektnyitó rendezvény az általános művelődési központ délutáni tanórán kívüli foglalkozás szervez úgy az iskolás diákoknak, mint az óvodában lévő gyermekeinknek. Itt oktatási nevelési célzattal kirándulnak, megnézik a környék várait, múzeumait, színházlátogatásra járnak, közben éttermi ebéden vesznek részt, és a célcsoportja ennek a projektnek azok a hátrányos helyzetű gyerekek, akik a családdal közösen ezt nem tudják megkapni sajnos az anyagi lehetőségek miatt, de így ők is kipróbálják, hogy milyen annak, akinek ez megadatott. Így próbáljuk segíteni a gyerekeket, és reméljük, hogy ez a nevelés-oktatás folyamán beépül, és ebből fognak egy profitálnak következőkben. A projektet bemutató tájékoztatón elhangzott, hogy havonta szakkört szerveznek óvodás gyermekeknek 2 fél éves időtartamban. A foglalkozáson 30 óvodás és 60 általános iskolás fiatal vesz részt, ahol hagyományőrző tevékenységet végeznek, 2 alkalommal vetélkedőt tartanak a diákoknak, nyáron pedig kirándulások, táborok gazdagítják a programban résztvevők személyiségét. A pályázat projektnek a címe Tehetséget ápolni kell. Ez a tanórán kívüli tevékenységek, a művelődési háznak a szabadidős tevékenysége, ami hozzájárul az iskola és az óvodai nevelési programoknak kiegészítéséhez. Az elkövetkezendő hónapban még témahétre kerül sor az iskolásoknak, ott 60 gyermek fog részt venni. Általános iskolások, alsó tagozatosok zömében alsódobszáról, meggyasszóról és monokról, és egy egész héten keresztül fogunk ilyen napközis tábor jelleggel, ahol ebédet is kapnak a gyerekek, és teljesen ingyenesen egész héten táboroznak majd itt, és közben kézműves foglalkozások és mindenféle tevékenységgel fognak részt venni. Mi a jelentősége itt Meggyasszó községben ennek a projektnek? Nagyon sok olyan gyermek van, aki egyébként nem jutna el színházba, múzeumba, nem jutna el étterembe, hogy hogyan kell étkezni, mert ugye minden alkalommal, amikor kirándulunk, akkor ebédet kapnak a gyerekek, és étterembe is járunk velük. Tehát sok minden olyat tudunk nekik külön nyújtani, amit egyébként nem szülők nem tudnának biztosítani a számukra. Kik a célcsoportjai ennek a projektnek? Elsősorban hátrányos helyzetű gyermekek, akik tehetségesek, és ő a célcsoport. Az eseményt követően a program megvalósításában szerepet vállaló szakemberek körében Hegedűsné Orosz Nóra közművöldési referens követendő példaként említette a települések közötti körzeti együttműködést. Fontosnak nevezte az ifjú korosztállyal a magyar kultúra megismertetését, a rendezvényeken egymás megismerését. Ezeknek a céloknak a megvalósításához nyújt segítséget Meggyaszón a Tehetséget ápolni kell projekt.